A hétközi Asterix elleni CEF Kupa mérkőzés követően a bajnokságban igazi csoportrangadó várt a Fátum Nyíregyházára Kaposváron. A nyírségi csapat már szombaton elutazott Somogyba, hogy megfelelően fel tudjanak készülni az otthon igen harapós Kaposvár ellen. A mérkőzésen az első szett elején még szorosan alakult az eredmény, vezetett is a Kaposvár, de aztán megléptek a nyíregyháziak, és simán nyerték az első játszmát. A második szettben aztán Vágyez irányításával 25-15-tel zárva már könnyedén alakították 2-0-ra az állást Horváth András lányai, akik aztán a harmadik felvonásban is jobbnak bizonyultak, így végül 3-0-val térhettek haza. Ezzel a Fátum nem csak megfosztotta a hazai veretlenségétől a somogyi együttest, hanem bebiztosította első helyét is az NB1 B csoportjában.